Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a legújabb videómhoz. Egy új helyszínen vagyunk, itt vagyunk Hódmezővásárhelyen a Lovardánkban, a Berei Lovastanyán. Rengetegen kértétek, hogy legyen lovas videó, mutassam meg, hogy hol van a Lovardánk, hogy néz ki. Úgyhogy eljöttünk ehhez a pillanathoz is, lássuk. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mennyi kupám van, szalagom, érmeim. Itt van a gyűjtemény egy része. Természetesen nem minden az enyém, ugye testvéremmel ketten versenyzünk, úgyhogy itt, amiket láthatok, ezek közösek. Az egyik kérdés az volt, hogy mióta lovagolok. Ezt már elmondtam egy videóban egyébként, de 13 éve lovagolok. 8 évesen kezdtem el lovagolni, 10 éve versenyzem, úgyhogy ezek körülbelül 10 év kupái. Szóval elindulunk ki, megmutatom nektek a lovardát, nagyjából körbe fogunk járni. Megmutatom nektek a fedelest, de csak kívülről, mert éppen cseréljük a talajt, úgyhogy elég ramaty állapotban van. Bent az egyik képet, amit láttatok, az Bonifáccal készült, ő volt az első lovam, róla is nagyon sokat kérdeztetek. Ő nincs már nálunk, eladtuk, semmi különösebb oka nem volt, egyszerűen nem volt már szükségünk rá. Úgy voltunk vele, hogy inkább odaadjuk valakinek, aki most kezdi a lovaglást, a versenyzést, és ugyanúgy tud neki segíteni, mint ahogy nekünk tette. Itt van mögöttünk a fedeles, hogy tudjunk télen is edzeni, a fedett pályás versenyekre készülni. 21x55 méteres a fedelesünk, úgyhogy viszonylag egy nagy méretű fedelesnek számít. Nincsen benne oszlop, nyugodtan tudunk benne lovagolni akár 3-4-en is. Itt mellettem pedig láthatjátok a kinti pályánkat, 60x70 méter a pálya nagysága, sima homok a talaja, megfelelő méretű ahhoz, hogy a nemzetközi versenyekre is tudjunk rajta készülni. És az egyik kedvenc részem az egész lovardába. Szuszuka! Gyere már ide! Gyere ide, Szuszuka! Ez igen. A lendület! Hát hol van a lendület? Ő itt Szuszuka, a tanyának az őrző védője. Amilyen pici, olyan nagy hangja van. Egy pár éve van nálunk, itt szedtük össze az út szélén, bicikliztünk egyszer a lányokkal, és kint csatangolt egyedül, aztán hozzánk verődött, és bejött velünk. Itt meg a cica, rengeteg kismacska van, állandóan van nálunk kismacska, úgyhogy a lovakon kívül rengeteg állat van még itt. És elérkeztünk a következő helyszínünkhöz, beértünk az istálóba, 20 férőhelyes az istálónk, amiből körülbelül most 12 hely van elfoglalva, vannak bértartott lovak, vannak saját lovaink is, és nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, lehet jönni lovagolni, ez nem egy magánistáló, szóval van lovagoltatás, lehet lovat tartani, teljesen nyitott bárki számára. Szóval a versenylovak mellett természetesen vannak iskolalovaink is, pónik, nagyobb méretű lovak, úgyhogy mindenki megtalálja a saját számára megfelelő lovat, amin tud lovagolni. És elérkeztünk az istáló csúcspontjához, legalábbis az én számomra. Ő itt Enjoy, mint ugye már mondtam nektek, 9 éves, Hollandiából vettük, holland sportló, 3 évesen vettük, azóta én lovagolom, én versenyzek vele. Az utóbbi időben besegített a testvérem a lovaglásban, mert nagyon sokat vagyok Pesten, de ettől függetlenül én versenyzem vele, úgyhogy együtt alkotunk egy csapatot. A nevéről nem nagyon tudok nektek mit mondani, rengetegen kérdeztétek, hogy miért Enjoynak hívják. Nem én neveztem el, így vettük, Enjoy volt a neve, és úgy gondoltuk, hogy ha már így nevezték el, akkor nem neveztetjük át, jó lesz így. Rengeteget járunk versenyre, egész nyáron versenyen voltunk, itthon és külföldön is, nemzetközi versenyekre is járunk. Idén ugye voltunk az Európa-bajnokságon is, nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi a legnagyobb verseny, amin voltam. Talán azt tudom mondani, hogy az Európa-bajnokság az egyik legrangosabb verseny, amin voltam vele. De ugye most hétvégén is voltunk versenyen, az első fedeles verseny volt az idei évben. Megosztottam veletek képeket, hogy van, amikor nem ilyen játékos. Iszonyatosan szeret aludni, a kedvenc időtöltése az alvás, naponta 3-4-szer is képes lefeküdni, aludni, még versenyen is. De természetesen tud nagyon aktív is lenni, a hétvégén egy számomra nagyon jó eredményt értünk el, 49 indulóból tudtunk 8. helyen végezni egy Longines világranglista pontot adó versenyszámba, aminek nagyon-nagyon örültem és nagyon büszke voltam rá. Ahogy ugye mondtam, rengeteget szokott feküdni, nagyon sokan írtátok nekem, hogy ezek szerint a lovak nem állva alszanak.
Normál esetben a lovak nem állva alszanak, szoktak állva aludni, de akkor igazából csak pihennek. Amikor igazán elalszanak és álmodnak, a legaranyosabb dolog a világon. Enjoy egy egészen új szintre emeli ezt a történetet, ugyanis nyitott szájjal szinte kimerevedve szokott aludni, és rendszeresen van, hogy akik ott a környékünkön vannak az istálóba, felhívnak vagy írnak nekem, hogy valami probléma van a lóval, mert órák óta fekszik, és egyszerűen fel van akadva a szeme, és teljesen ki van nyúlva. De erről természetesen Instagramon rengetegszer osztok meg képet, mert imádom nézni, ahogy alszik. Ennyi lett volna ez a videó, jövök még nektek részletesebb bemutatóval, szerszámokat, illetve az istálónak a rejtettebb részeit is meg fogom nektek mutatni. Remélem tetszett ez a videó, ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, kapcsoljátok be az értesítést, a következő videóban találkozunk, sziasztok!